Jó estét, tiszteletel, köszöntöm Önöket. A mai este annyiból kicsit rendhagyó lesz itt az Egyenes Beszélben, hogy egyszer biztosan, és aztán meglátjuk, hogy még hányszor dekapcsoljuk a tüntetés helyszínét, de előtte hadd mutassam be kedves vendégeimet, Lendvai Ildikót és Magyar Györgyöt. Jó estét, jó estét kívánok. Lendvai Ildikó ráadásul onnan jön, ahova mi most képben és hangban mindjárt megyünk. Én kontrollálom, hogy igaz. Varga Krisztián kollégám ott van a tüntetésen, ami Budapest utcáin zajlik, és ami eljutott az Oktogontól, a jelek szerint egészen a Fidesz székházáig, a Lendvai utcáig. Szerbusz, Krisztián! Szervusz, Agon, köszöntöm az Egyenes Beszéd nézőit. Valóban így van, az Andrássy úton haladunk, egyébként a Hősök tere irányába. A végső célpont innen vagy a Fidesz székház lett, vagy a Hősök tere. Még ez teljesen nem dőlt el, de valószínű, hogy a Fidesz székházhoz fogunk vonulni. Hivatalosan a program, a hivatalos része 7 órakor ért véget, és utána igazából a tömeg majdnem egészen spontán módon elindult az Andrássy úton, és megy tovább, szóval nem sok olyan ember volt, aki közben lemorzsolódott. És itt már egy piciket egyébként abban a szemben a békésebb, hogy békésebb volt a tömeg akkor is, amikor az Oktogonhoz haladtak, akkor több skandálás volt, és jobban ugye próbáltak hangulatba hozni a tömeget. Nyilván az egy szervezett tüntetés volt, itt ez már nincs meg, békésen vonul a tömeg, az emberek beszélgetnek, és látszólag jól érzik magukat. A forgalom az ugye úgy nézett ki, hogy ez már nem volt egy hivatalosan bejelentett tüntetés, úgyhogy nem is volt lezárva a forgalom. Az András út egy részén nem volt forgalom, mert hogy a tömeg azt elfoglalta. A másik részén volt, amikor mentek az autók, és itt a azokban a kis utcákban, amik keresztezték az Andrássy utat, ott is volt egy-egy autó, ami átment, úgyhogy ez érdekes volt, de szerencsére semmilyen sérülés nem történt. Maradunk itt, aztán később még jelentkezünk. Köszönöm, egészen parádésan megtanultál hátrafelé menni. Szerintem legközelebb nyugodtan állj meg, mi elhisszük, hogy mész a tömeggel, hiszen látjuk. Krisztián, köszönjük szépen, hogy jelentkeztél. Hát Ildikó, milyen volt a tüntetés, a fiatalok tüntetés, és mennyire volt a fiataloké? Hát mivel én is ott voltam, nem 100%-osan, ha erre akar célozni, akkor már megharagottam. Ez nem volt célzás semmire. Azt hiszem, ez nem volt egy jó kérdés. Ezen még dolgozom, ezen a kérdésen. Ezt kicsit dolgozom, de azért megkísérlek a rossz kérdésre is felelni. Zömmel fiatalok voltak, de a szokásos módon volt ott a szülői korosztályból is, és hát a nagymamai szekcióból is, amit én is képviseltem. Krisztián mondta, hogy ez békés, de hangos tüntetés volt egészen az Oktogonig, és most egy kicsit elhalkultak. Igen, én nekem épp az Oktogontól kellett eljönnöm, hogy ide érjek. Valóban sok, és azt kell mondanom, vidám és lelkes skandálás volt. Részint az ismert jelszavak, ez a nincs tanár, nincs jövő. Részint azért voltak egy kicsit általánosabb felháborodást vagy haragot mutató feliratok is, szintén kapcsolódva azért az alaptémához. Láttam olyan feliratot, hogy a csend nem rend, ami nyilván a rendőrségi módszerekre, a fékentartás módszerére. Csendőrségre vonatkozik. Csendőr. Hát meg gyerekeket bántasz, hát erre, ez hiszen volt a tüntetésnek is a címe. És valljuk be, én azt hiszem, hogy a kormány itt lábon lőtte magát, mert azért voltunk ilyen sokan, mindesetre sok ezren. Fekete Győr András azt mondta nekem, akit láttam a tömegből, hogy szerinte 10 000-en, nem tudom mennyien, de biztos, hogy sok ezren. És lehet, hogy nem lett volna így, ha a hatalom ilyen, ezt kell mondanom, ostoba módon nem provokál, nem sítja tovább az amúgy. Na de itt most valami történt. Azt mondja a Pintér Sándor, hogy ő leülne a pártokkal egyeztetni a státusztörvényről. Ilyen sem volt még. Ilyen nem volt még, de most sem azt mondja, hogy leülne a diákokkal, vagy leülne a pedagógusokkal, most is csak a pártokkal, ami egy kicsikét a felelősség elkenését, szétkenését mutatja nekem. Egy mondatot még megengedsz? Egész este. Egyrészt ilyen sem volt még, hiszen a választási törvény módosításról például esük ágában nem volt egyeztetni, ahol a pártok szerepe azért mégiscsak adekvátabb. Másrészt, noha ez egy eredmény, én kicsit óvnám a pártjainkat, hogy ne menjenek el tárgyalni, de ne hagyják, hogy ez az egész a pártok és a civilek, a tüntetők szétválasztására alkalmas gesztus legyen. Bocsánat. Tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én minden pártolok minden civil megmozdulást, mert én nekem az a személyes meggyőződésem, hogy nagyon fontosak a pártok, ők a közélet aktorai, de civilek nélkül ez nem játszható le.
aki belátja, hogy együtt kell működni, annak lesz sikere. Hát nem akarom itt viccbe... Ez most az a belátás lesz, amit Pintér Sándor mutat? Nem, én most arra gondoltam, hogy civilek és pártok közös működésével lehet valami eredmény. Amit Pintér Sándor tesz, az a saját szempontjából helyén való, de a német azt mondja rá, hogy cuspét. Nem szabadott volna idáig engedni az eseményeket. Az első naptól kezdve kellett volna kompetens személyeknek leülni és tárgyalni a diákokkal és a szakszervezetek képviselőivel, nem hagyni eszkalálódni ilyen szituációra, mert ezek a fiatalok ott maradnak az utcán, nem azok, akik hazamennek. A Fidesz gondolkozhat úgy, hogy majd megunják és hazamennek, nem mennek haza. És én azt gondolom, ha Magyarországon, mondjuk Ausztriában vagy Franciaországban van erre jelentős példa, kiszélesíthető egy ilyen társadalmi ellenállás, és lenne igazi szolidaritás, akkor a hatalomnak lenne mitől tartania, és Pintér Sándor nem így utólag, hanem már a kezdet-kezdetén kezdeményezte volna az egyeztetéseket. Tehát nem rajta múlik. Gondolod, hogy ezt most Orbán nélkül merte megtenni? Nincs olyan, amit ő nélkül lehet, tehát nincs olyan, hát még egy szalonnás szendvicset se lehet elfogyasztani engedélye nélkül, de hogy Pintér Sándorra rábízták a rendpártiságot, a csendőrséget, hogy felelőssége legyen, és nem adunk önálló minisztériumot sem oktatásnak, sem egészségügynek, ez nekem rosszat jelent, és azt jelenti, hogy nem lehet parancsszóra ezeket az embereket vezényelni, mert láthatjuk, hogy mind a két ágazat hova süllyedt. Tekinthető ez a tüntetések és a felháborodás első, ha úgy tetszik, talán eddig egyetlen eredményének, hogy Pintér Sándor legalább egyeztetni akar. Ne előlegezzük meg ezt az eredményt. Bocsánat, ne előlegezzük meg, igen, mert ez nem eredmény. Ez sokkal inkább színpadjáték. De azért én mégis látok eredményt abban, hogy kénytelenek voltak, hát tulajdonképpen 12 év óta szinte először, vagy 13 év óta először ezt a gesztust megtenni. Nyilván megpróbálják egy ilyen színpadi játékát tenni, de ennyiben engedniük kellett. A másik azért én látok már is eredményeket, nem teljeset. A státusztörvény felpuhulásában? Igen, igen. Hát gondoljuk, hogy felpuhították volna akár egy ponton is, ha tényleg civilek és pártok is, szakszervezetek is nem fejeznek ki erős ellenállást. Hát vannak még alapvetések, tehát a felmondás lehetetlenné tételétől a pedagógusok vezényelhetőségéig, azért itt számos olyan dolog van, amiben a pedagógusok okkal nem mennek bele. Persze, tehát nem azt mondom, hogy ezek az eredmények már tökéletesek, ezek azt mutatják, hogy jó a módszer, ez a hatalom csak erőből ér. Nem vagyok erről még meggyőzve, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ameddig a szolidaritás nem szélesedik ki Magyarországon is, és nem akarom itt elviccelni a dolgot, hogyha ha a kőfaragók és a balettáncosok Pihardot idézve nem mennek ki a többiekkel együtt, és nincs együttes közös fellépés, ezek az ügyek sajnos elveszítik a jelentőséget. Az a helyzet, hogy találkoztam, de ez nem vicc, csak jól jön most ki, egy volt balettáncossal is a menetben. Lehet, hogy de nem Vőrflior volt, hogy szintén rejtőnél maradjunk. Na, itt van a 7 népszavazási kérdés, ezeket benyújtották a fiatalok, és a következőképpen hangzanak. Mondjon le Pintér Sándor, ez az első. Ugye itt 7 nemes, vagy 7 igenes nézőpont kérdése ez a népszavazás. Töröljék el a státusztörvényt. A köznevelési és szakképzési intézmények vezetőit csak a diák önkormányzat és a szülői közösség, a nevelőtestület, az intézményben működő szakszervezet, valamint a közalkalmazotti tanács véleményezése után indoklási kötelezettség mellett lehessen kinevezni. Legyen vagyoni helyzettől és vallási hovatartozástól független esélyegyenlőség az oktatásban. Töröljék el a sztrájktörvényt, hozzanak létre önálló oktatási minisztériumot, 50%-kal növeljék a pedagógus alapilletményt, és évenként emeljék a fizetést az inflációhoz mérten. Ez a 7 pont, amit a fiatalok népszavazásra méltónak ítéltek. Mit gondolnak? Egyébként sem népszavazási kérdés jelöljük meg, ezt jogászként hagyd tegyem hozzá, petíció, kívánság, igény. De ezt bevinni népszavazásba a magyar jogszabályi keretek között lehetetlen. De nem is erről van szó, gondolom én, ez csak azt mutatja, hogy ezek a diákok fiatalkoruk ellenére már vannak annyira politikailag érettek, hogy tudják, hogy a magyar rendszeren, ha sokkal jogszerűbb és szabályosabb lenne, akkor sem egy át alulról jövő népszavazás. Hát nem volt rá példa. Éppen ezért szerintem ők olyan 7 pontra törekedtek, ami az összes követelésüket tartalmazza. Követelés. És ez
tartalmazza, nagyon helyes. Nyilván, ami a legkiugróbb, vagy megjegyzi az ember, az a belügyminiszter belügy, és még minden miniszter, mint mondtad, lemondása. De érdemes azt a másik hatot is, amit elolvasott, figyelni. Az szerintem egy elég komplett program, nem csak a fizetésemelésre, hanem az oktatás szabadabbá és nívósabbá tételére. Esélyegyenlőség, sztrájktörvény, sok minden van benne, ami érinti az oktatás világát. Azt mutatja, hogy a fiatalok értik azt, hogy hol élnek? Hát kapnak segítséget, biztos vagyok benne. És azért maradjunk abban, hogy Ildikó ugyan azt mondta, hogy ő változatlanul a fiatalok körébe tartozik. És Nem mondtam. Ez a dolognak a lényege, mert a lelke és az élete még mindig olyan, amilyen volt ezelőtt 12 évvel, amikor még ezt a dűgét aktivizálta. De azt kell mondanom, hogy övék az ország. Hát ő értük, csináljuk mi is, amit csinálunk. És ezért aztán, ha ők ezt átérzik, szüleiként, tanáraikon keresztül, nagyon jót tesznek. Csak még egyszer mondom, olyan közeg kellene hozzá, mondjuk ami van Ausztriában, ahol léteznek még szakszervezetek, ahol nincs megevve és megzabálva a közmédia, ahol még lehet tüntetni és hatékonyságot felmutatni, és a jogszabályok is egy irányba mutatnak. Például azt hiszem, hogy téma lesz, még van rá idő, a választójogi törvényt sem szokták a spájzba. Most akartam szóba hozni. Igen, ehhez még a bocsánat, nem tudom elengedni a fiatalokat, mert annyira fontos valóban, amit mondtál, hogy a fiataloké a jövő, hogy ilyen közhelyesen fogalmazzak. De tulajdonképpen ez az, ami miatt úgy gondolom, hogy ez a hatalom hosszú távon most maga ellen cselekedett. Hogy pont őket, a legaktívabb, jövőre készülő és a jövőt is megélő korcsoportot fordította maguk ellen. A közvélemény kutatások bemutatták, hogy a fiatalok nem érzékenyek. Nem fogadják el ezt az Orbáni erőszakot. És ráadásul olyan buta is volt, még egyszer ezt kell mondanom, bocsánat a sértő szóért, a hatalom, hogy tálcán kínált egy gyönyörű szimbólumot fiataloknak és minnyájuknak, hogy ekkora ügyet csinált a kordonbontásból, köszönjük szépen, ezzel teremtett egy politikai szimbólumét. Ezzel azt is mondja, hogy az a vita, ami az ellenzéken belül zajlik, hogy a Momentum ezt a kordonbontást jól tette, vagy nem, üres, közhelyes gesztus, vagy igenis van tartalma. Ezt úgy látja, hogy igaz is. Lehet, hogy annak indult volna, ha ezek nem könygázaznak, és nem csinálnak belőle ilyen durva sérelmet, lehet, hogy nem lett volna szimbólum, de már az. Az ellenzék vonatkozásában van egy sajátos véleményem. Nagyon fontos, amit csinálnak, csak nem így. Mert így árt. Na, hogy a kritika... Hogy az ellenzék? Az ellenzék, az egyik a másikat állandóan nyilvánosság előtt lehordja. Ja, akkor te nem a kordonról beszélsz, hanem az ellenzék. Azt nem tudják lehordani, azt csak próbálkoznak vele. Tehát annyi hogy... Ügyvéd úr, Nem szerencsés. Jó, viszont tényleg megy az időnk, és szóba hoznám, hogy értjük-e azt, mi így mindannyian, hogy mit akar most a kormány ezzel a választójogi törvénnyel. Ugye az a javaslat, hogy az utolsó évben, hogyha időközi van, akkor az időközit nem kell megtartani, hanem az a párt, amelyik elveszítette valamilyen módon azt a figuráját, aki miatt időközit kell tartani, az a párt jelöli a helyére a következőt. De csak az utolsó évben, az előző években ez nem így lenne. Ebben van logika, ezt el is lehet fogadni. Kár bele. Nem ez a baj ezzel a módosításban, hanem bele van, megint bele van csomagolva egy másikba, igen. Úgy, ahogy a parlamenti választásnál fölemeli azt a lehetőséget, hogy kompenzációs listát állítsanak azok, akik akarnak, mert most nem azok fognak állítani, akik akarnak vagy képesek, hanem muszáj akiket lesz. Össze lehet gyúrni. Gyakorlatilag muszáj lesz. Azt hiszem, hogy ennek két oka van. Részint még megvannak az összegyúcsányozós, összejobbikozós plakátjaik, tehát ennyiben érdekeltek, hogy azt felhasználhassák egy újabb, nyilván szükségszerű ellenzéki. Gondolja, van akkor a pénzhiány, hogy kiszámolták, hogy a nyomdagépek indítása mondtam, hogy nyilván nem jelent? A konkrét plakátokról, hanem a bejáratott propagandáról. Second hand felhasználásról. Igen, másrészt, hogy olyat mondjak, amivel egészen biztos, hogy egyetértesz. Az az érzésem, hogy nem is annyira a pártok, mint inkább a helyi civil szervezetek dolgát akarják nehezíteni. Nekik nehéz minden körzetben, vagy a körzetek kétharmadában jelöltet állítani. A jelölőszervezeteket akarja bekorlátozni. Hát látták az akugyárak elleni helyi civil tüntetéseket. Ne legyenek az önkormányzatban. De mind változtat az, amit most csinálnak, akkor, amikor 2024-ben a polgár oda megy és választ. Tehát ugyanúgy ott lehet a jelölt, legyen az egy párté, vagy legyen az egy civil szervezet. Tudni jelölni, de itt arról van szó, hogy csak akkor lehet listája, ha a körzetek kétharmadában jelölt egy helyi civil szervezet, lehet, hogy csak a felében tud
és eddig mégis listán is. Nem szabad keverni az egyénit és a listást. Azért, mert ez az aránytalanságot hozza elő. Következésképpen, ha ellehetetleníti a rendszer a listás szavazás lehetőségét, akkor megnő az egyéninek a szerepe, és aránytalan. Akkor most tehát megint az történik, hogy ránézésre ebben nincsen semmi különös, de hogyha igazából végig gondoljuk, akkor rögtön látszik, hogy miért is jutott eszükbe. Súnyi dolog, és látod még azt, arra is odafigyeltek, hogy éven kívül maradjanak. Mert július 4-ére van kitűzve ez a két abszurd, össze nem függő választás, és május végén ezt a parlament zeneszóval elfogja. Ha nem lenne sunyi buhera szándék mögötte, akkor nem ezt a módot választanák, hogy nem is lesz plenáris vita az ügyről, kedden mert hiszen elfogadja. Egy bizottsági módosító van. Ma péntek van, és kedden elfogadja. Igen. Ez a magyar jogalkotás. Rendben, Ildikónak és Magyar Györgynek köszönöm. Mi is a lehetőséget.